Na mi van? Mit szeretnél? Gyere fel, gyere videózunk egy. Üdvözlök mindenkit, ennek a videónak a helyszínét én magam választottam ki, ugyanis itt vagyok a mamámnál, a Tyúkudvarban. A legelső videót 2 hónappal ezelőtt vettem fel, a műtétet követően 2 hétre, és hát mára biztosan kijelenthetem, hogy sasszemű lesz. Jó tudja ő is. A szemeim az elmúlt 2 hónapban napról napra javultak, de az a bizonyos pont, amikor tudatosult bennem, hogy tökéletesen látok, az akkor volt, amikor a szarvasbőgésre mentem ki, és a 2 szarvast észrevettem az erdő másik felén. Ekkor tudatosult bennem, hogy... Ekkor tudatosult bennem, hogy sasszemű lettem. És hogy essen néhány szó magáról, a sasszem klinikáról is, az ügyintézés egyszerűen zseniálisan van megoldva, amikor bemegyek az ajtón, be kell jelentkeznem egy számítógépen, és mire a lépcsőn felérek, már pontosan tudják, hogy ott vagyok, illetve várnak az adott helyen, ahova kell mennem. Az elmúlt 2 hónapban 5-ször jártam a klinikán, és összesen nem vártam 20 percet. Szóval én teljesen meg voltam velük elégedve. És hát ahogy az előző videóban is elmondtam, a baromi jó felkelni reggelente úgy, hogy mindent látsz, és nem kell a szemüveged után kajtatnod, hogy most hova tetted, hova nem tetted, ráültél, ráfeküdtél, eltűnt, beesett az ágy mögé. Igazából nem is tudom, ahol a szemüvegem. Fogalmam nincs, de nem is hiányzik. És hogy beszéljünk egy kicsit az árakról is, az én szemüveg kontaktlencse, illetve a kontaktlencse folyadék adagon egy évre lebontva nagyjából 85-90-95 ezer forint közé tehető, így elég könnyen kiszámolható, hogy az én szemműtétem ára az nagyjából 3,5 év alatt meg fog térülni. Szóval összegezve az egészet a saját tapasztalataim alapján, nekem baromira megérte, csak pozitív élményeim származnak a műtéttel, illetve a műtét utáni időszakkal kapcsolatban. Ezután is köszönöm a klinikának, hogy én is beléphettem a sasszeműek népes táborába. Ennyi lett volna a videó, remélem tetszett. Sziasztok! Kis Polszki. Tehén.